Így néz ki most a Család és Gyermekjóléti Központ felújított Körte utcai központja. Nem csak ez, hanem a Májusvej téri központ is megújult. A beruházások fizikai megvalósítása 2016 végén indult el, melynek összege több, mint 224 millió forint volt. A terület és településfejlesztési operatív program által biztosított forrásból itt a Körte utcai központban a belső udvar térkőburkolatot, a külső homlokzat pedig új színvakolatot és nyílászárókat kapott. A belső terek is új padlóburkolatot kaptak, és a fűtési rendszert is felújították. Ez egy hosszabb távú rehabilitációs projekt első üteme volt. A második ütemnek is a pályázata elmúlt év végén pozitív elbírálásban részesült. Most folyik a támogatási szerződés előkészítése. Nagyon remélem, hogy tavasszal a beruházás elindításával már tudnak a szakemberek foglalkozni. Az is szintén két helyszínen valósul majd meg, a Kollégium utcán, Nyírszőlősön, illetve itt az Őz utcán, és az sokkal nagyobb beruházás összeget jelent, hiszen a kettő együtt 574 millió forintos fejlesztést akar. A most megvalósult beruházás nem csak a központ külső és belső felújítását jelenti, a projekt részeként számítógépeket, technikai eszközöket, sporteszközöket és egy 9 személyes gépjárművet is beszereztek. Szolgálat Sényő, Nyírtura, Nyírbazony, és 2018. január 1-től Kálmánházán és Nagycserkeszen is ellátja a szolgálatnak a feladatait. Nagyon örülünk, hogy mindig szakmai kihívások előtt állunk, így van ez 2018-ban is, hiszen szeptembertől kötelező feladatokat kell megvalósítanunk. Így az egyik legfontosabb, hogy iskolai, óvodai, szociális munkát kell bevezetnünk. Ezt már most egy pályázati program keretében meg is kezdtük. Most gyűjtjük össze a tapasztalatokat, hogy hogyan fogjuk ezt a nagy feladatot ellátni 18 szeptemberétől, együttműködve a nyíregyházi oktatási intézményekkel. Jelenleg 68 fő dolgozik az intézményben, áprilistól pedig fogyatékos ügyi tanácsadókat is foglalkoztatnak majd.